Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Skanec Sándor vagyok, a Förhenci Forrás vízközmű elnöke, illetve a Förhenc Egyesület elnöke. Most apropóból a Förhenc Egyesület programjáról és a Förhenc Egyesület dolgairól szeretnék néhány mondatot mondani. A mai nap egy szemétszedési programmal indult 8 órakor a Förhenci hegy elején a Polgárőr Bódénál, ahol közel 20-an nekiálltunk és összegyűjtöttük a tél folyamán mindenféle olyan szemét dolgot, amit esetleg kidobáltak az emberek. Közel 30 zsák szemetet szedtünk össze, úgyhogy ez elég szép teljesítmény volt, sajnos. Fő feladatunk az Egyesület kapcsán nem csak ez a szemétszedés, hanem olyan dolgokat is meghatároztunk, ami a hegynek a minőségét és a pozitív dolgait talán egy kicsit előtérbe tolja az emberek szemében. Elsődleges feladatunk, amit először határoztunk meg, az Újförhenci hegynek a rekonstrukciója. Szeretnénk a nyár folyamán martaszfaltos réteggel borítani a hegyet, mármint az utat az Újförhencen. Ehhez keresünk támogatókat. Ehhez szeretnénk egy olyan gárdát, pontosabban a gárda már létrejött, egy olyan gárdát kiegészíteni azokkal az emberekkel, akik érintettek ebben a hegyben, hogy támogassák és nyújtsanak segítséget abban, hogy ez a fő célunk megvalósuljon. Ezen kívül más fontos dolgokat is kitűztünk az év folyamán. Van egy kutunk, amit szeretnénk felújítani, egy régi hagyományos kút, kerekes kút. Aztán pünköstkor szeretnénk nyílt pincészetet, az első förhenci nyílt pincészetet elkezdeni, ami egy országos hálózatnak az egyik része lesz, de itt a Kanizsán és környékén is szeretnénk reklámozni. Ez a fogó, Zsolt! Megyetek a rácsit szeretném!